Mi ez, hagymás, bab? Ez a mozizgatunk. Hogy mi? Mondd ezt még egyszer! Ez a mozizgatunk. Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Akarod tudni, hogy mi is az? Ez a mozizgatunk. Ez most komolyan beszél, hogy viccel? Mindössze kettő, akiket tízezer másik közül válogattak ki. Gedzóval és csomásanyival. És van filmes tapasztalata? Igen, elég sok aktív tagja vagyok a videotékának. Ezt miért nem mondtál korábban? Akkor nem lett volna ilyen hatásos? Szervusztok, üdvözlünk mindenkit. Hello mindenkinek. Hello. Itt vagyunk. Mozizgatunk podcast. Csomás Sándor. Sziasztok! Már csak mert addig beszél. Itt vagyunk az új szettában, most reméljük, hogy már egy kicsit jobban látszanak a plakátok is, de higgyetek előbb-utóbb elmúlik minden. Szóval, hogy hatodik rész a nyolcadik évadban, és beszélgetni fogunk filmekről, természetesen kigondolta volna, hogy, hogy nem, hiszen a mozizgatunk általában erre szoktunk. Beszélgetünk az Árgály című filmről. Jó voltunk a sajtóvetítésen, csodálatos volt. A Fattyú című új Dán produkcióról, a, és egyben mi... a Dán Oscar jelölésről egyébként, ami nem jutott az ötbe, de... Így van, mert mi a főszerepben. A Szenvedély Íze című filmről, ahol nem olyan régen jöttünk ki róla, úgyhogy arról beszélünk. Illetve a BDF-nek egy-két filmjéről beszélünk, mert ugyanis mondtuk, hogy mi megyünk moziba és nézegetünk ilyen dokumentumfilmeket, úgyhogy ezekről fogunk majd beszélgetni. Az Aurora tündöklése, a teljes megfigyelés, azt a tökéletes, aztán, tökéletes bizalom. Meg... tökéletes bizalom, főleg. Majdnem eltaláltam. Szóval ezekről a dokumentumfilmekről, a és ott a koboly lányokat is megemlítjük egy mondat erejéig. Talán már, hogy azt is néztük a múzeumban. a kiáltvány a gyerekekért is. Ja, no, akkor ugorjunk neki. Voltunk ö, a... Ja nem, először el akartuk mondani azt, hogy a film jó lehet nézni ingyen animációs filmeket, ugyanis 110 éves a magyar animáció. Ezzel kapcsolatban mindenféle fajta digitálisan felújított és egyéb izgalmak, az a film gondolom regisztrálni kell egyet, és akkor már nem néztem ennyire az utána, de hogy mindenütt hirdetik, hogy ingyen lehet nézegetni, úgyhogy akinek van kedve jó minőségű megnézni mondjuk a macskafogót, vagy mit az erdőkapitányát, a vukkot, a nem tudom, a csomó, Jankovics Úgyhogy hajrá, hajrá filmjön, ingyen ezeket jó minőségű meg lehet nézni. Úgyhogy tessék azt használni. Jól. Na nagyjából ennyi a helyzet. Árgál. Voltunk az Sajtóvetítésen voltunk, ahol nem csak hogy megnéztük a filmet, hanem megkaptuk a könyvet. Ide figyelj, Youtube nézőknek mutatom, hogy itt van a könyv, teljes. Így, mutatom hangba, így lapozok bele. És kaptunk gyertyát is. Hogy ez minek, ezt nem tudom, de kaptunk gyertyát. Úgyhogy ezt most ünnepélyesen itt meg fogjuk gyújtani. Hoztunk hozzá mindenféle tűzját. Tűzeket. De ja, műanyagot vett ki belőle. Milyen műanyagot? Ja, nincs benne. Nincs benne műanyag. Az egy ilyen csillámpor, vagy mi a végfaszon. az egész setup. Itten van-e? Oda figyeljetek. Ég a gyertje. És majd elmondjuk, hogy milyen Na. illata van. Hát egyelőre semmilyen. Szóval, voltunk az Árgájlon, jól megnéztük. A Maxim kiadó adta ki a könyvet, és jött egy hölgy a Maxim kiadótól. Valuska Sára egyébként. Köszönöm szépen, Sanyi nevekben jobban erősebb, mint én vagyok, úgyhogy Köszönöm szépen. És ö, megnéztük a filmet. Ö, ő mondott egy pár szót a könyvről, amit nem olvastunk, hiszen akkor kaptuk meg. Mert ugye azt tudni kell, hogy a könyv az nem azonos a filmmel. Igen, úgyhogy, ö, hogyha leírtak, akkor inkább ezt nézzétek meg a szemetekkel, és olvassátok el, mint a filmet nézzétek meg. Mert a film borzalmasan szar lett, legalábbis szerintem, Sándor csatlakozni tudok. Oké. Okay. Szóval, hogy az történik ebbe az árgályba, hogy ez egy ilyen kémtörténet Isten igazából, ami nem tud szórakoztató lenni, és ez a legnagyobb baja. Mert nagyjából, hogyha az előzetes látta valaki, akkor tudja, hogy körülbelül milyen filmre ül be. Tudja, hogy ez egy ilyen valami szerű lesz, amiben lövöldöznek, benne van a dualipa is. Itt szeretnék megjegyezni a dualipa miatt, hogyha mentek, nem menjetek, mert az első jelenetben van benne. Mert a trailerben benne van az összes jelenet gyakorlatilag. Kb. És, és tényleg a könyvről nem tudunk mit mondani, mert azt nem olvastuk még. Én valószínűleg nem is fogom. Függetlenül attól, hogy valószínűleg jobb, mint a film. Mert a film gyakorlatilag minden jobb. Szóval az a legnagyobb baja az árgánynak szerintem, hogy nem szórakoztató. Tehát, hogy Elnézem benne azt, hogy ez nem gondolja komolyan magát, de ugyanakkor nem tudok rajta nevetni, nem tudom jól érezni magam, folyamatosan ilyen hibákat keresek benne, szóval hogy így nem tudtam magam úgy elengedni, mint leginkább a Brad Pittes gyilkos járatos filmet szoktam erre fölhozni példának. Én is állandóan azt mondom. Hogy, hogy, az egy ilyen, az se egy, az se egy okos film, egy ilyen, tudod azt, hogy ott indokolatlan kardozások lesznek, meg, meg bérgyilkosok egy vonaton, meg mit, tehát hogy nem, nem tud komolyan venni azt se, de az egy szórakoztató, ott van egy csomó tök jó poén benne, egy csomó olyan dolog, amit így szívesen nézel, meg tényleg szórakozol közben. Független attól, hogy nem azt nézed, hogy úristen, ez most mennyire high-tech, nem tudom micsoda, valami tényleg ilyen szupertitkos kémügyek, meg mit tudom én, hanem hogy egyszerűen csak így szórakoztat, és nem tud komolyan venni, főleg a végén ott már tényleg annyira, annyira abszurd az egész, hogy ezt tényleg nem lehet komolyan venni, de szórakoztat. Az árgály lesz az szemben egy picitse, Tehát, hogy nem tudtam nem tudtam egy picit se jó érezni magam közben, ez volt a legnagyobb probléma. És ráadásul ez több, mint két órás film. Két óra, tizenvalahány perc, de többnek tűnik egyébként. Éh. Nagyon kényszeredetten próbál ez a film vicces lenni próbál, itt ugye az az történet, gyakorlatilag egy mondatban elmondható, hogy van egy írónő, ugye a Eli Conway ebben az esetben, aki ír ilyen kémregényeket, viszont a kémregények megszólásig hasonlítanak a valóságra. És hát egy idő után ez a fő embereknek a fülébe jut, hogy ő gyakorlatilag megírja mindazokat a dolgokat, amik valóban megtörténtek illetve most már azt várják tőle, hogy hát majd azt is meg fogja élni, hogy mi az, ami a jövőben fog történni, mert annyira ilyen nagy látnunk, hogy tűnik gyakorlatilag. És akkor erről szól a film, ebben nyilván van egy-kettő csavar, ami hát nagy része eléggé jól látható előre, hogyha az ember már látott kettő filmet életében, akkor legalábbis ilyen típusút. Innentől kezdve gyakorlatilag egy ilyen, tényleg az a próbálkozik a film, hogy, hogy mindenféle. Egyrészt jönnek ugye a fordulatok, amik hát önmagában nem igazán működnek, tehát hogy azzal is elég komoly problémák vannak, de valóban abban tényleg csak egyetérteni tudok. Iszonyú izzadságszagú az egész, egy pillanatig nem szórakoztató az, amit lát az ember. És, és kínos, rosszul érzi magát, am, amikor nézi az ember ezeket a... Most el fogok egy jeletet, de nem érdekel. Köszönjétek meg egyáltalán, hogy, hogy, hogy ezt a filmet nem kell megnézni ezek után. Arról van szó, hogy van egy jelenet benne, ahol szivárog az olaj és a... Szinte kettő, kettőt gondoltam, hogy ki fogsz menni. Az egyik az, az olajos történet És Igen? ugye ezért nem lehet lövöldözni, mert hogyha elkezdenek lövöldözni, akkor ugye. Szóval kap, az és aztán. A nem lesz jó mindenki. vége a dolognak. meghal. Erre a, az egyik karakter, hogy ne spoilerezzek, az egyik karakter kettő kést beleszúr a cipőjébe, és egy ilyen világ és Európa és olimpiai bajnok jégkorcsolyázót meghazudtó módon korcsolyázik az olajon, ami, a, ami egyrészt, tehát önmagában ez egy írtatlan baromságnak hangzik, és az is, csak az a baj, hogy önmagában ez már egy olyan ponton van, ez a hallatlan hülyeség, ami, amire tényleg az olaj nem olajnak néz ki a jelenetben. Igen, tehát, hogy tehát egy, egy, általános iskolás elmeg... másodikos, aki volt már két számítás technika órán, az jobban csinál. 200, egyébként. valami 200 millió ment el erre a filmre. Ide jó, de kár volt. Mondjuk szerintem ebből 100 millió volt dualipa. <laughs> Nem, szerintem dualipa csak azért ment oda, hogy így... 50. Vál. Hát valami pénzt kapott, de hogy neki ez így kampányilag, logó, ja, szerintem jó lehetett. Amennyit benne szerepel, azért fölösleges van neki pénzt adni, de mindegy is. Vagy van egy másik jelenet, amire szerintem gondoltál, a macskás jelenet, amiben... Főseink egy bizonyos szituációban hát sarokba szorítják őket, és akkor jön egy olyan helyzet, hogy na most itt mindenki le van fegyverezve, úgy ahogy van. És az a macska, ami eddig a filmben semmit nem, egyébként egy CGI maska, macskáról van szó, szóval, tehát kicsit sem életszerű, ahogy kinéz ez a macska, és a végső pillanatban, amikor már éppen lelőni őket, természetesen azért még pofázik előtte egy kicsit úgy, mint ahogy minden hát, szóval élig ebben mondom, a helyzetben, az mik az utolsó szavak, és egyszer csak a macska így fogja magát, és ráugrik a fejére, és összekarmolja. És ennyi. retten Ezt ezt de... Sértően buta ez a film, de tényleg sértően buta, és, és olyan lehetetlen... Tehát tényleg a szekunderszégyen az, amit a legjobban meg tudok ezzel fogalmazni, amikor az ember nézi ezeket a játékokat, a trier-be is van, amikor például ott mindenféle színű füst megy, és akkor ott megy a nagy bevetés a szemrok vele. Kínos, kellemetlen, nem vicces, és és az alkotók egy pillanatig nem voltak azzal tisztában, hogy, hogy, hol vannak a határok, hogy kell poénokat írni, hogy kell történetet kreálni. Van egy stáblista utáni jelenet, amit csak olajat űzre tényleg, hogyha már itt az olajat szóba hoztuk. Egyszerűen nincs olyan része ennek a filmnek, amit valamilyen szempont. Ha végén, ezt most nem szpoilerezem el a legvégén, de a végén random megjelenik egy karakter a semmiből, de úgy olyan logikai tehát az elemi értelmet, és még azt a fajta értelmet is, amit a film megteremt, tehát hogy még azt a fajta boromságot is, ami a filmen belül van, még azon is túl mutat az, például ami a film végén történik. Egyszerűen semmi megjelenik egy karakter, és megmenti őket. Most ez nagyon nagy spoiler volt, nem? Tehát, hogy egyszerűen ez egy reménytelen küzdelem az értelem ellen, ez a film, és, és az a helyzet, hogy, hogy én ahogy ültem rajta, éreztem, hogy butulok közben. És nagyon sajnálom, ez nem a forgalmazónak a hibája. Egyébként ezt tegyük nagyon gyorsan hozzá, nem ők csinálták ezt a filmet. Így van. De nem a Maxim kiadónak után, a... is, köszönjük szépen a könyvet. Igen, igen, köszönjük a, a könyvet, meg, meg értehet, ilyesmit. Meg ők ők, ők megtették, amit lehetett. Igen, tehát egy helyi szinten itt minden megtörtént, aminek meg kellett ja. történnie, csak a film ne lett volna egy ekkora, tényleg, nem is tudom, hogy utoljára ilyen igénytelen filmet, mint ez, nem tudom mikor. Tehát, hogy a, ebben a műfajban legalábbis. És tényleg én is a gyilkos szoktam emlegetni, mert az tényleg egy jó példa. Hogyha az lenne a nívó, és most mondani fogok valami nagyon provokatív dolgot, de még ehhez képest a méhész is egy valami. Úha, baszki. Komolyan mondom. <laughs> tehát, hogy az, a, az ahhoz képest, tehát itt még az akciók is rosszul néznek ki. Igen. Nem néz ki jól, nincs egy flója a, a, vágásnak, nincs egy jó koreográfiája az egésznek, a, a, a Sam Rockwell olyan dolgokat ért túl, nem tudom, hogy adótartozása van, hogy mi a problémája a Sam de jöjjön már ki ebbe az egészbe, mert ő egy jó színész, nem tudom, hogy erre mire van szüksége. A többiek meg hát nem is. Mi, gyorsan én is elmondok egy ilyen aztán abba fejezzük, mert már így is többet beszéltünk róla, mint kellett volna. beszabadulnak, be vagy bezáródnak egy fegyverszobába. De a fegyverszobát, ugye, az a klasszikus fegyverszoba, ahol mindenhol fegyverek vannak, mindenféle kaliber. Tehát, hogy a, a kézi fegyvertől, tehát az, ilyen kézlő, maroklő a, az, a rakétavetőig az Úristen van a bent, tehát minden. És a legjobb, hogy a középső szekcióban, ahol vannak a gránátok meg az Atya Úristen, az alsó van nyolc darab bakancs. Ami ilyen tök indokolatlan, pedig egy kurva jó poénforrás lenne. Hiszen mikor bemész, akkor nem papucsba mész be, valószínűbb az meg egy fegyverszobában, nem. És akkor már nem kell, hogy fővegy egy bakancs, mert semmi más ruha nincsen, tehát nincs golyóálló mellé, meg semmi más nincsen, csak bakancsok hogy így megkérdezte volna az egyik a másikat, hogy hát, te figyelj, mert mi vannak itt bakancsok? Te érted az, hogy valami olyat, amin, amin tényleg így elgondolod, tehát baszke, ez tényleg marhaság volt, és ezen lehet, hogy tudtam volna röhögni. De így, hogy csak úgy be vannak oda rakva, tök random, oké, nem jártam még ö, ilyen titkos fegyverszobákba, szóval lehet, hogy itt így mindenhol van bakancs, de hogy így éreztem volna benne egy poénfaktort, amit tök olyan az egyszer, amit kihagytak. És ez egy, és ebből volt egy csomó. És tehát, helyette meg, meg, meg ezek, a, ezek a cicás poénok vég nélkül, ami egyáltalán nem, nem humoros, egy, egy kicsit sem vicces, ami történik, akkor ugye a, a szüleivel is lesz majd egy csava Samuel L. Jackson, és mit keres ebbe a filmbe? Tehát meg nem milyen hülyeséget Tehát, hogy... Az egész... Szóval ne nézzetek meg a filmet, még annyit gyorsan elmondunk, hogy ez az Eli Conway, aki írta a könyvet, azt nem tudjuk, hogy kicsoda. ugye ez a, ez a kampánynak a lényege, hát... hogy nem lehet tudni, hogy ki ő, és akkor itt már mindenféle fajta verzió van, például mondjuk az, hogy a Taylor Swift írta. De ugye ez viccesen van, mert amúgy azt nem tudjuk, hogy... Olvastam Na mindegy, is. de hogy alapvetően, hogyha lenne egy kampány, amit én el akarnék Van egy ilyen marketing része a Igen, ha azt el akarnám, annak, hogy nyilván én is a Taylor használnám, hogy lehet, hogy ő volt. A támadás az Mert, év mert, mert akkor az így, mert akkor az így még nagyobb. Meg megmagyarázza csinál. a forgatókönyvnek a minőségét, nem? Hí! Erre, erre egyet, hogy. Oké, okay, jó, ennyit az árgáló. Lapozzunk, jó? Nem, Bocsánat, nem... most minden. Ö, minden ideg szállad, erre van kiélezve. Nem, mint tehát, hogy a Taylor Swift Szépen, rajongóktól okay. szeretnék innen elnézésként. Nem, nem kell szerintem, ők ezt úgy hallgatják. Oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Nagyon a mélyebbre mentél, én, úgyhogy jó. Igen, oké. Okay. Ugorjunk a Fatyú című filmre, ami hát ugye a Dán jelölés, azt már a Sanyi elmondta, mert még kezdene a főszerepben, és egy valós ember története, mint ez aztán így a filmből nagyjából kiderül. Az 1700-as évek közepe felé járunk, amikor is a ami főhősünk egy húsz éven át katona, katonáskodó férfi, aki már így, hogy hívják ezt, nem nyugdíjas, hanem minek hívják, amikor... Ugye, veterán. Veterán, köszönöm szépen. Szóval ilyen veterán katona, aki hát így királypárti hívő, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt jól, ő a király nak elkötelezett a teljes mértékben, és van egy lápvidék Dániába, ahol nem terem meg semmi, de hogy ott kéne valamit csinálni, mert effektíve nagy terület, és ott nem terem meg semmi, és akkor a mi emberünk úgy dönt, hogy hát, hogy a kincstárnokkal lebeszélik, hogy jó lenne, hogyha őt itt támogatnák valamivel, a telepesekkel, vagy stb. bármivel, amivel őt lehet, ő saját maga elindul, hogyha esetleg kudarcba fullad a történet, akkor így járt, ha viszont tudott termeszteni dolgokat, vagy tényleg egy létre tud hozni egy kolóniát, akkor viszont egy címet kap meg, meg akkor tényleg hát nem nemesi címet, nem esik címet kap, és akkor tényleg akkor így meg övé, tehát földbirtokot földbirtok, meg hát ami ezzel jár, az mind, mind az övé. Na és akkor hát elindul az emberünk, nézegeti a földet, hogy hol lenne jó, egyszer csak megtalál egy bizonyos területet. Igen, ám, de ott van egy hát földes úr, aki a, gyakorlatilag ez a föld ez a királyé, nem a, nem a földes úré, de hogy a földes úr úgy gondolja, hogy az vál pedig az övé. Na most ez a földes úr lesz, ami gonoszunk ebbe a, a filmbe, a Mads Mikkelzen pedig a jó. És akkor nyilván elindul az, hogy ő ott próbálkozik megművelni a földet, ö, nem nagyon, nincsenek, nincsenek hozzá emberek, ugye, hányat tartott, nem is nagyon akkor nem ki belemenni a te részletekbe teljes mértékben, de hogy összetűzi, ugye összetűzésbe kerül ezzel a földesúra. És akkor mindenféle úton módon a Földesúr keresztbe próbál neki tenni, ő így amenny, ahogy tud, visszavág. Öh. Mennyire menjünk részleteibe, hogy nem hát szóval -e? Nem, szerintem nem kell. Tehát, hogy annyiról szól, hogy ő megpróbálja tulajdonképpen ezt a kolóniát, amit említettem, megalapítani, és krumplit akar termeszteni. Ez nagyjából fordulatnak van eladva a filmbe, de szerintem ez nem, tehát, hogy semmi olyan plusz jelentése nincsen ennek a dolognak. Hát egy picit ott, amikor már nincs mit tenniük, akkor egy kicsit igen. Hát oké, de az, na mindegy de azt is feloldja valahogy máshogy a film. Szóval, hogy ezeknek a, ennek a karakternek, ennek a nagyon szikár, nagyon nyers, nagyon, hát ilyen nagyon ilyen katona, igen, igen, jellegű embernek a hihetetlen kitartásáról szól, hogy szél eszembe, minden eszembe gyakorlatilag ő meg akarja valósítani ezt a nagy tervét, hogy ő majd, ő lesz az, aki először majd termeszteni fog valamit ezen a lábvidéken és nyilván a király szolgálatában, és a király nevében úgy is nevezi el, hogy a királyháza, így van, ahol, ahol, ő lakik. ahol ő lakik gyakorlatilag. És akkor ez a, valóban a földes úrral mindenfajta konfliktusok lesznek, ugyanis hát szerintem még annyit elmondhatunk, hogy az egy probléma lenne a földes úrnak, hogyha itt tényleg megművelődik a föld valamilyen szinten, mert hogyha a telepesek idejönnek, akkor ő egy hát egy ugyanolyan ember lenne, mint az összes többi gyakorlatilag. Tehát, hogy az ő hatalma a térségben nagyot csökkenne azzal, hogyha ez a misszió ez sikerül. És nyilvánvalóan a filmben ő próbálja minden eszközével ezt megakadályozni. Ö, egyébként, nem tudom ki a színész, de hogy ő ezt a, ezt a, ezt a faszit annyira jól tudja hozni, hogy tényleg, ténylegesen ö, Hát, egy a filmnek szerintem a fele környékére már tényleg te is úgy érzed, hogy felállnál föl, a székből, és írgamatlanul pofán vágnád. És hát nyilván, ami főhősünk ezt ugye nem teheti meg, de hogy, de hogy azért nyílik a bicska zsebedbe rendesen, szóval hogy ő ezt azért egészen jó tudja hozni, azért az tény. Matt Wick ezen jó, mint mindig, de ez a negatív figurát a alakító faszi, ez... Simon Benne a neve, és Friedrich de Stinkel. Deznink kell, igen, az ki kell szóra az szóra szóra szóra, az szóra, Fontos igen. Fontos filmben. Na minden szóval mindenféle viszon, viszontagság után. Nem fogjuk elmondani, hogy milyen filmnek a története, igaz történet, hogy utána lehet nézni, ha éppen úgy van. Hát tehát azt kell tudni, hogy ez egy adaptáció, tehát egy könyvnek az adaptálása, és. A story az annyiban valós, hogy tényleg volt egy ilyen nevű ember, aki tényleg krumplit termesztett, de hogy ezen túlmutatóan nem nagyon van, tehát hogy azon túl nagyjából fiktív az, amit, mm. tehát hogy egy, egy megírt történet, egy könyvnek a formájában. Ugye azt még nem említettük, talán hogy 1755-ben járunk, tehát ez egy abszolút, kosztum, mondtad az mm -hmm. évet is, jó. Tehát egy kosztümös film, csak én is ugye nyilván kutattam a dolgokat, hogy tudjak ilyen információkat mondani. Szóval, hogy rendben van a dizájn, szerintem a, maga a környezet, azért nem lehetett egyszerű ez a forgatás, vagyok be őszintén. Hát az egy lápvidék, és ahogy, ahogy ott nem terem meg semmi, ott el tudjuk képzelni, hogy ott egy, gondol, egy fa sincs sehol, tehát hogy ilyen... Hát azért vannak kemény jelenetek benne, véres jelenetek is, tehát hogy azért... Egy-kettő helyen úgy felhozza az ember a szemöldökét, még akkor is, hogyha van olyan rész benne, ami borzalmas, de mondjuk nem látjuk magát a borzalmat, azt is egész jól csinálja a film. És tényleg egy nagyon jó tempóban halad. Nagyjából nyilván az ember látja, hogy merre fog ez menni, vagy, vagy mi lesz ennek úgy körvonalakban a kifutása legalábbis. És ugye ez egy 122 perces film, és őszintén nekem a legnagyobb bajom az volt bele, azon túlmenően, hogy nekem valóban a színész, aki játszotta ezt a desinkel nagy birtokost, vagy nemest, vagy nem tudom, hogy mi a pontos címe neki ebben a, ebben a konstrukcióban, de hogy néha az ő reakciója, vagy az ő döntéshozatala, a, a, az már túlságosan is elnagyolt volt, túlságosan is átment egy olyan, ö, hogy mondjam, határon, amikor már azt éreztem, hogy tehát tényleg ennek már semmi értelme nincsen ebben a formában. Értem, hogy ez egy félhülye egyébként is, aki ez a, 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 a karakter, de hogy voltak olyan pillanatok már, amikor már ezen a keretrendszeren belül sem tudtam normálisan értelmezni, hogy ő miért hoz olyan döntéseket, mint amilyeneket hoz. De még ez a kisebbik baj ezzel együtt tudtam élni teljes mértékben. A nagyobbik baj az az, hogy ez a film negyed órával tovább tart, mint ahogy kellene. Egyszerűen van egy tök jó pont, ahol el lehetne vágni, ahol egy tök kompakt befejezése van, az egész film egy ilyen tök jó kerek egész önmagában félig nyitott, de mégis ad valamit, amin, amin, az ember tud utána gondolkodni, megvan a tanulsága, ad és elvesz, tehát hogy minden tök jó balanszírozva van abban a pillanatban, és utána még nézünk negyed órát, és erre a negyed órára semmi szükség nincsen szerintem. Ráadásul az utolsó jelenet, amit látunk a filmben már olyan szintekre, hát mélységben jut szerintem, hogy ott az már, az már a gics. Igen, Nagyon az erősen gicses az utolsó jelenet. Logikailag is már ott azért vannak problémák, meg azért azt érdemes elmondani, hogy ott a vége felé azért már vannak olyan dolgok, ilyen, vagy forgatókönyv, nyilván a könyvben is hasonlóan van megírva, szóval ott azért vannak olyan logikai buktatók, amit vagy a film nem tud úgy jól csinálni, hogy, hogy minden, vagy legalábbis úgy általánosságban jól elmagyarázza a helyzeteket, mert azért vannak benne olyan. Tehát a végén, valljuk be őszintén, ami ott történik, anélkül, hogy spoilereznék, ott a csillagok nagyon durván együtt állnak. Igen, hogy ez és így történik. És, és forgatókönyv szaga van, megírt szaga van a dolognak egy, egy bizonyos pont után. Az a baj, hogy, hogyha ezt normálisan ki lett volna végighúzva, akkor ez egy négy órás film, és akkor a karakterfejlődés, meg ez az egész vége, ami kb. az utolsó tényleg. 20 perc, tehát negyed ne órában van tovább, de hogy még visszabugrok egy 5 percet, akkor azt nagyon gyorsan belesűríti ahhoz képest, hogy mondjuk mennyit, mennyit fejlődött a karakter az első másfél órába. Igen. Tehát, hogy az szépen frankon faszán fél van mondva, majd a vége egy ilyen nagyon elnagyolt Hollywood felé menő vonat, amire felszállnak. És igazán a sanyjnak, hogy ott azt már tényleg nem kellett volna, ott van egy tök jó rész, ahol el kellett volna faszán vágni, és akkor azt mondom, hogy ú, baszki, ez így, ez így azért rendben És az se az volt, tehát hogy nem vagyunk ilyen nyomasztás vagyis de én igen. <laughs> <Sanyi> de, igen. <laughs> de, de, hogy, de hogy ott abban szerintem tök jó benne van nagyon sok minden, mert ott vesztett valamit a karakterünk, nyert is valamit, maradt is, de de közben azért megvan az a, az a keserű szájíz az, az embernek, amikor nézi, hogy, hogy azért mégiscsak ez egy elég nehéz történet volt ilyen szempontból, de, de utána, hogy ezzel tovább menj, és kényszeresen el kell vágni a minden szálat, hogy, hogy, úgy legyen vége, hogy vége van, amiben torkolik ebben a hihetetlenül van ízlésten jelenletben, ami ott a végén van. Ráadásul logikailag se túlságosan indokolt, erről is beszélgettünk utána, Igen. miután kijöttünk, hogy ott azért ami történik a legvégén, tehát ott is, tehát, tehát értem, hogy a könyvben mondjuk tényleg ugyanígy van. Tegyük fel, mert nem olvastuk a könyvet innentől kezdve, nyilván arról nem tudunk úgy referálni. De ha így is van, a rendezőnek megvan az a hatalma egy ilyen szituációban, hogy azt mondja, hogy nézd, az utolsó 32 oldalra nekem már nincsen szükségem ez a történethez, mert ez így kerek egész. Ő eldöntheti ezt, vagy a forgatókönyvíró eldöntheti ezt, hogy én bizony ezt ebben a formában szeretném befejezni, mert szerintem ez a történet ezt a befejezést érdemli. És utána tényleg ez a Hollywoodi jelző, ez teljesen rendben volt, hogy hogy olyan, mintha tényleg mindent nyugodtsággal kell itt a nézőt elengedni a végén, mert hogyha ez nincs meg, akkor aztán fődindulás volt, lesz. lesz. És ez főleg egy ilyen Dán filmnél, mint ez, a, a, amiknek azért nem nagyon kenyere az ilyen kliséskedés, meg az ilyen manírok, mint ami ennek mm -hmm. a filmjén van, különösen rosszul esett. Mert amúgy ez egy teljesen jó film volt, és így is ajánljuk egyébként szerintem. Így van, és ez egyébként szerintem, amit most itt elmondtunk, hogy nem, nem kellett volna a vége, ez fog sokkal szimpatikusabb lenni az embereknek, mint hogy csak egy sima azt mondanánk, hogy na, akkor tényleg ez egy olyan skandináv film, ahol tényleg úgy van elvágva, és tényleg, tényleg frankon, frankon úgy van vége, ahogy kéne egy skandináv filmhez képest. Így, így ez valahogy befogadóbb lesz, nem? Nagyobb közönségnek. Én azt gondolom hogy azok, akik mondjuk nem mindig... tudom, hogy mi változna, hogyha az a negyed óra nem lenne, szerintem úgy is befogadható hmm. lenne. Szerintem meg, ez, szerintem meg ez így kerek azoknak akik, azoknak, akik kevesebb filmet néznek. Én értem ebbe a koncepciót. De nem lehet Csak mind mindkét kapura játszani. Azt okay. Lássuk be. Okay. Tehát, hogy azért Tehát a film előtte sem egy közönségfilm. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy van másfél órán keresztül egy közönségfilm, és akkor még a végét is közönségfilmessé kell tenni. Hanem azért értem. ez egy erősen szerzői film, ilyen értelemben alapvetően nem azok fognak rá beülni, akiknek ez a befejezés indokolt lenne. Oké, okay, én ezt megértem, de hogyha viszont nagyobb meget akarszák, akkor próbálsz, próbálod ezt, amit. Teztosogan tenni értem. Igen. Tehát, hogy akkor próbálod úgy, úgy kiszolgálni a nézőt, hogy akkor azt mondja, hogy akkor ez neki De addig így meg jogod. nem szolgálja ki. Akkor. Okay csak igen, ez amit, hogy nem tudsz mindenkinek Azért mondom, nem, nem, tudsz két kapura játszani. Igen, nekünk az lett volna jó, hogyha a vége olyan, amilyen. És De mindenképpen ajánljuk, mert nézzétek igen, meg. Ajánljuk, Tehát, hogy... Nem jutott be ugye az ötbe ez a Dán jelölés, és őszinte leszek igazából így utólag érthető nagyjából, hogy miért nem, jelölt, miért nem jelölték, és hát van egy másik film, amit szintén... várj, várj, várj. Azt akartam mondani, hogy ezt, ha akarjátok nézni, akkor a Beváros yeah. moziba tudjátok nézni, a fattyút. Megszakítja az átvezetés. Végig, de igen, ez lett volna ez lett volna jó, hogy van még egy olyan film, ami nem került be. Ami az nem ötben. került be az ötbe? Ez pedig a. A szenvedély íze. Ézlelgesek ezt a címet. Szenvedély. Milyen filmre számítatok? Oké, okay. a Szenvedély íze a francia jelölés volt, és ezt most néztük meg frissen. A zoanás anatómiája helyett. Még pedig azért, ha jól tudom, nem feltétlenül azért, mert ezt választották a zuhanás anatómiája helyett, legalábbis én így olvastam, hanem azért, mert a zuhanás anatómiája az abban alapvetően angolul beszélnek a legnagyobb részében a történetnek, és emiatt ami kicsit ellentmond mindazzal, amit egy korábbi adásban mondtunk, de ezek szerint mégiscsak valami fajta jelentősége van ennek a dolognak, még hogyha nem is ez az elsődleges kiválasztási szempont, de hogy ugye azt mondtuk, hogy a Golden Globe-on ugye a nyelv dönti el azt, hogy egy film az indul el a nemzetközi filmnek, a, vagy a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Itt ugye legjobb nemzetközi film kategóriája van, Viszont a franciáknál volt egy ilyen gondolkodásmód, hogy akkor az unánás anatómiája az gyakorlatilag angolul van szinte végig, és akkor ez meg franciául, és, és inkább akkor ezt választották itt. Tehát nem feltétlenül csak esztétikai dolgok játszottak itt közbe, hanem volt egy ilyen nyelvi kérdés is, ami miatt inkább erre esett a választás, ami, ami a nyilván érdekes, hogy van egy olyan film, ami meg az Zónás anatómiája benne van a fő kategóriákban, meg a forgatókönyves kategóriában is benne van. Szóval, hogy így is kapott jelöléseket, de mégiscsak egy érdekes döntés, amiben mondom, teljesen nem látunk bele, de mindenképpen van egy olyan színezete, hogy ez egy ízig francia film, ez a szenvedély íze. Oké, okay. ez a film egy romantikus, hogy mondtam, mi volt? Ez egy, Porno. ez egy. Igen, ez egy romantikus filmnek átszázott foodporn, gyakorlatilag ez a film. Nekem nagyon bejött, egyrészt azért, mert én imádom a gasztronómiának ezt a, ezt a vonulatát, de hogyha valaki ezen nincs rajta, mint például a Sándor, akkor, akkor le fogja dobni a film, és úgy fog járni, mint a Sanyi, aki ezt így únta gyakorlatilag, jól mondom? Mi volt? Mi a jó szó rá? Untad az Szenvedtem. Na, szenvedett rajta. Sajnit még nem láttam egyébként itt szenvedni filmen. Nem, nem, gondolkoztam is rajta már a második felén. Még az árgájlos. Hogy mikor szenvedtem utoljára ennyire. Szóval oké, tehát azért mondom, hogy ez kell egy olyan befogadó, ö, befogadás kb. mint részemről, hogy, hogy Isten igazából, hogyha azt nézzük, hogy az első fél óra, 40 perc kb. az egy ilyen ebéd elkészítését látjuk egy konyhába. Meg, on, meg, annak mondjuk a megevését is, mert ott azért néha föl, -föl nézünk az asztalra. Hát hogy ahogy tálalják áll, ezt az egészet. De, hogy ez így megvan És Szóval hogy ezt látjuk. És hogyha ebbe te nem vagy partner, akkor ez a úgy ezt annyi, hogy az így ledob. De még ezt az elején még mondtad, hogy még érdekes is volt, de hogy egy idő után, hogyha tényleg ez, ez, ezek, ahogy, ahogy ott kavarnak valamit, ahogy lefúráznak, ahogy berakják, ahogy kiveszik a sütőből, ahogy ezt átrakják, ahogy megy a gőz. Tehát, hogyha ezt így nem, ak tehát, ez egy idő után, akit nem érdekel, az tényleg ezt így le fogja dobni. És akkor, és akkor, ez, ez nem lesz jó. Ráadásul nem úgy dobja le a film, hogy aztán egy jobb lenne, mert ugye ez a másik fel ugye egy romantikus történet, ami meg aztán próbál a kajához valahogy úgy viszonyulni, hogy amennyire szépek a kaják, amennyire ízlésesen, vagy úgy vannak megcsinálva, hogy ez ilyen tényleg szép legyen, és már tényleg a gejbe egy picit átmegy, és próbálták ezt a romantikus vonat is ennyire, ennyire átvinni át, át vinni ezen, és a romantikus része is egy, egy, ilyen gay cucc lesz, amitől... Végtelen amitől, nyálas valami. Igen, tehát hogy a, a sajn szerint nyálas, de azért ezt tegyük hozzá gyorsan, egy, nyitok egy záróélet, hogy, hogy rajtunk kívül csak hölgyek voltak, csak, csak női nézők voltak a, a teremben, és ők is inkább középkor és fölötte. Igen. Szóval, hogy de viszont amikor én, én nézgettem az arcukat, szóval, hogy mindenki azért, ö, ö, mindenkinek azért tetszett ez a film, szerintem, aki ott volt. Tajtom. És valószínű, hát jó, de hogy, de hogy a romantikus részét is próbálták meg ezzel a nagyon szép kajás dolgukat, tehát amit képben kifejeznek kajailag, azt megpróbálták szavakba megcsinálom a romantikus része szerintem. Na most ez nyilván megint olyan, hogy ettől vagy valaki visszájuk, vagy úristen, én ezt így a büdös életben nem szeretem, tehát nem, nem, is akarom ezt így látni. Tény és való, hogy a romantikus része az már nekem is egy kicsit azt mondom, hogy jó, jó, ezért ez már most azért túlzás, lehet, hogy túlzásúbb be estünk egy kicsit, de a kajás részek, ha valaki tényleg így a gasztronómiában picit így jobban, jobban benne van, az így imádni fogja. De tényleg, tehát, hogy egy szar karalábé pucolás is kurva jól tud kinézni, és ahogy megpucolnak kajákat, ahogy azt úgy megeszik, ahogy adnak mellé egy filozófiát, ahogy, ahogy, ahogy elmondják, hogy mondjuk az a kaja honnan származik, ahogy tudnak bort kóstolni, tehát hogy van egy csomó olyan tök jó rész benne, amitől Amitől, hogyha nem lenne benne a romantikus szál, én még akkor is azt mondanám, hogy ez egy ilyen, ez egy gasztronómiai romantikus film, és akkor kiveszük belőle a vagy a romantikus szát, és csak azt, csak azt, nézzük, hogy emberek hogy kóstolnak, meg főznek meg dolgokat. Szóval, hogy, hogyha én annyit mondok erre, hogy ha valaki erre befogadó, akkor baromire fog neki tetszeni, és én már tudok, én mondtam a sajnak miatt elkezdtük a felvételt, hogy, hogy nekem van vagy három-négy olyan ismerősöm, akinek át fogom küldeni, hogy azonnal, mert tudom, hogy a romantikus filmeket nem is szereti, a gasztronómiában annyira benne van, hogy így imádni fogja ezeket. Úgyhogy ez a kétféle ember lesz, aki ezt így szeretni fogja, meg aki ezt utáni fogja szerintem. Mint film, tényleg nem működik jól, ezt is mondtam a Sanyinak, hogy, hogy ez így azért nem. A történet egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól. A férfi egy földbirtokos valaki, nem tud, nem derül ki, de azt tudjuk, hogy baromira szeret főzni. És egy óriás gurmi. 1885-ben járunk. 1885-ben járunk. És, és Mi volt neki... a konyhának? A napóleonja, vagy valami ilyesmi volt? A... Ilyesmi volt talán. A... De a lényeg, hogy vannak egy szakásnője, és a szakásnővel együtt már húsz éve ö, főznek, csinálgatják, próbálgatják, ö, és hát fr francia gasztronómia az egyébként is ez a ö, teljes elmeháborodás már az 1800-as évek végén, ahogy ezt így a Mellikettávra mutatja, tehát ott már azért olyan mártások vannak, úgy van megsütve, úgy van, hogy ott az már tényleg az volt. Hogy... az már a hegemóniának egy olyan szintje azért, ami... Jó, oké, mondom, ezt vagy valaki szereti, vagy nem, tehát ezzel nem, tehát nem fogunk itt vitatkozni ezen, mert tök fölösleges. És akkor az ő kapcsolatukat meséli el, ilyen együttfőzéseken keresztül, nyilván van benne, mivel, hogy ez egy történelmi romantikus drámának van bejegyezve, legalábbis itt, Ö, inkább romantikus dráma ez. Nyilván a dráma részét az egyébként már kb. a harmadik percben, vagy a negyedikben, amikor ott történik valami, akkor már tudni fogod, hogy mi fog történni, semmi extra nem lesz benne, amit így ne tudnál előre. Ö, viszont mondom, az, aki így a gasztronómiát szereti, annak az így tetszeni fog, pont. Nem is akarnék többet spoilerezni belőle, mert tök fölösleges. Sándor, akarsz hozzáfűzni valamit? Rettenetesen ízléstelem. Ez Szerintem meg baromi jó. Tehát azok a részek kurva jók voltak benne, ahol mikor főznek, meg esznek. Tehát, hogy... Mondom, én az első fél órában úgy valamennyire engem nem igazán érdekel ez a világ. Jó, no, de, jó, bocsánat, de eszik az éve kóla lájtól, csak hogy vagy milyen zéro van. Nem szoktam smegtésztát enni. Jól Jó, van, no, csak úgy Szóval, hogy én ott azt elnézegettem egy darabig, és, és utána, amikor. akkor koppantam nagyon nagyot, és akkor nagyon nagyot zuhantam hirtelen ennyibe ott a székbe, és, és úgy éreztem, hogy itt most lehet, hogy bármi mással is eltölthetném az időmet, mint ezzel, hogy hogy realizáltam, hogy ez a film, ez, ez nem lesz film igazából, hanem itt egy tényleg ezt fogjuk nézni, és akkor néha be vannak rakva a párbeszédek, amik hát olyanok, amilyenek, elképesztően fenkölt de közben nekem legalábbis hihetetlenül üresen kongó klisé halmazok azok, amik, meg ezek a modoros egysorosok, amik ott vannak, meg ezek a hasonlatok, meg sztorika 11. századi Kínából, meg mit tudom én, tehát tényleg viszonyog az ember az ilyentől, szerintem, én legalábbis nagyon durván, és, és akkor ott van ez a romantikus szál, a, ami tényleg, tehát hogy a nyálasságnak, az ízléstelenségnek szerintem egy olyan határán túl van, a, amit nagyon nehezen tudok tolerálni. Tehát tényleg az van, hogy, hogy rettenetesen tényleg nem tudok szebb szót erre, de az ízléstelen, és ez nagyon jól szerintem illik ez a filmhez. Ha már itt a főzésről van szó, nem működik a story valamikor egy ponton oda is akartam súgni a Gábornak, hogy hogy mondom, ez a film, ez, 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 amikor filmként kezdene el viselkedni, vagy szeretne filmként viselkedni, abban a pillanatban így meghal az egész, mert, mert gyakorlatilag olyan, tényleg, aki szereti ezeket a csöpögős, nyálas, romantikus limonádé Konstrukciókat, hogy így nagyon szépen megfogalmazzam, azoknak biztos nagyon fog tetszeni, de ez egy ilyen nagyon, tehát hogy ez a mímelése nekem az érzelmeknek, ez érzelgésnek tűnik számomra, nem pedig lehet, hogy ennek van valós fedezete a, a, a két ember között, akit itt látunk, de annál rosszabb, hogy valaki ilyen színvonalon <laughs> szólnak egymáshoz bármi Jó, ennyire, ennyire nem durva a helyzet szerintem. Ö, nyálasságban szerintem sokkal, de sokkal több. Mondja már egy ennyi hogy... nyálasabb filmet. Fú, nem nézek ilyen romantikus szarokat, de... Na látod, köszönöm. Ö, de, hogy, de hogy... Ez a Titanic-kal vetekszik ez a nyálasság. Ö, nagyon nem tudom. erősen, nagyon erősen azzal vetekszik. Nem, ennyire nem bántó szerintem. De, de engem nagyon most bántó. Mindegy, ezzel most itt, itt órákig tudnánk Persze. vitatkozni, de elengedtük... Ö, most jelen állás szerint 75 on áll az IMDB-n 2200 szavazat alapján, 83 metaszkóron, a skóron, csak hogy mutatnám. <laughs> Sanyinak nem jött be, oké. Okay. És ez nem római ja. szám volt, csak mondom. Na, na, jó, 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 neki a be. Szóval, hogy oké, okay, íze, ezt még azért hoztuk ide, meg azért néztük meg, mert még mindig játsz a bevárosi mozé, Tehát, mert a szabadság meg... Gábor nem akarta megnézni. Nem akartam megnézni, mert az előzetes megnéztem, Pedig és, meglát... és megláttam a filmet. Az, amelyik 33, mert az korom. Na most ezt gondold át, amit most itt elmondtál, és ez nem igaz a szenvedély ízére, ugye? Na, micsoda? Hát, ha megnézed a trailerét, akkor láttad a filmet. Nem 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 nem, érzed nem, ezt? nem, 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 nem. Itt, itt egész más, ott a történetem van a hangsúly, itt nem a történetem van a hangsúly. Ott a történet az, hogy a gyerekeket mentenek, és Úristen, és mennyire, és hogy, hogy lesz, és már, már konkrétan a csavar is benne van az, az előzetesben. Itt én azt gondolom, hogy itt a hát hallgulatot... itt két, két főzés jelent közé kellett valami fos dialógus és jó, és jó, is. nem fogom tudni meggyőzni semmit erről. Oké, szóval azt nem néztük meg ezt a másik csodát, de ha gondolod, akkor még meg tudod nézni, és akkor beszélhetsz róla, hogy szeretnéd. Ezt, ezt átadom neked. Hát jó, szóval a szenvedély ízét meg a fajtyút is meg tudjátok nézni a e moziba még egy hétig. E, viszont mind a kettő mi mind a kettő nyelven néztük, viszont mind a kettő szinkronnal lesz a belvárosi moziba. Jó, erről ennyit. És akkor menjünk rá arra, hogy néztük dokumentumfilmeket. Ki... Nemzetközi dokumentumfilm fesztivál. Ugye ez már elég régóta megrendezésre kerül ez a fesztivál, és hát évről évre ugye már tavaly is beszámoltunk a mezőnyről, és idén sem teszünk másképp ilyen szempontból. Most is megnéztünk, és még fogunk is egyébként nézni filmeket, mert még van egy-kettő, amit még szeretnénk mindenképpen. hogy jól tudom, de majd Gábor ebben mindjárt megerősít, hogy ez a fesztivál a hagyományokhoz híven ez online folytatódik, miután élőben befejeződött. Hmm? Lehet, hogy lesz ilyen. Mindjárt e... megnézem, közben keresgetem itt. Jó. Tehát, hogy arról van szó, hogy az egy nagyon fontos projekt, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amit már egyrészt elmondtunk a zsygmónium Vilmos kapcsán, és itt is nagyon erősen érvényes. Hogy bármi, amit itt lát az ember, azt valószínűleg soha az életében többet nem fogja elérni sehonnan. És ezek olyan válogatott, hihetetlen sztorik, amiket gyakorlatilag van, van úgy, hogy nem hiszed el, hogy az, amit nézel, az a valósághoz tartozik. Minden évben van egy ilyen tematika, és ebben az évben is van, ugye az a motto most, hogy, a, és a te tíz évet hogy telt, bár szerintem az a reklámspot az annyira nem. Tehát hogy azt nem igazán tudtam hova tenni, azt, azt beszéltük is. Igen, hogy, az egy volt. hogy az egy kicsit furcsa volt, viszont nagyon szeretem ezt a tematikát, hogy hogy van ilyen szekciókra vannak osztva a filmek, és akkor idén a tematika a te, a te, kez, a te szóval kezdődik, és akkor ezen belül mindenféle dolog van, tehát a te országod, a te nem tudom, majd látni fogja életed, vagy valami ilyesmit, tehát, hogy mindig úgy, a te vágyat, például ilyen kategória is van, és így vannak a filmek felosztva egymáshoz képest, illetve vannak magyar filmek is, mostani, tehát hogy nem olyan régi magyar filmek, illetve két-három éves magyar film, sőt több, a Drifter az, az nem is tudom, hogy mikor már. Tehát, hogy... Uh, igen, az 17-es vagy 18-as. Tehát, hogy az már, már régebb. viszonylag régebbi, de hogy van egy ilyen magyar filmes szekció direktben, benne van például a programban a Csak Családról ne című film is, amit én még a Zsigmanyoson láttam, és például az is nagyon-nagyon erős, de benne van ez a drifter, amit Gábor látott, és azt mondta, hogy az is jó. Ö, úgyhogy most ez a tavalyi programot nézegeted. Igen. Én úgy látom. Mert hogy, mert a bírákkal a... az utcán az a, az tavaly volt. Oké, okay. de hogy ezeket meg lehet nézni? Tehát ez, ez elméletileg. Igen, és hogyha rámész, akkor akkor mit kell ezért? Igen, hmm. ja, semmi. Aha, nézd csak itt van. Aha, tehát ezeket ki lehet kölcsönözni ki lehet gyakorlatilag, mint filmeket? egyedi filmeket. Ez most a tavalyi dolog, és akkor ö, magyar felirat van hozzá tulajdonképpen. 4,4 dollár, ami 43, 1500 körülbelül. Aha, hát egy mozi egy árával gyakorlatilag meg lehet nézni ezeket a filmeket otthon. És akkor ebből a Ebből a mezőnyből szemezgettünk idén is, és akkor gyorsan tudjuk le azokat, amiről annyira nem akarunk ö, sokat beszélni. Ilyen, a, Én a... Volt a kobbolányok azt a bevárosi moziban néztük, ö, és ö... Hát legyünk őszinték, két lány története, akik nem tudtuk, nem tudtuk eldönteni gyakorlatilag azt, hogy most ez mi akart volna lenni. Tehát, hogy ugye általában egy dokumentumfilm valamire felhívja a figyelmet, egy történetet mesél el, ami igaz történet, valami olyan. Hegesítés helyszéne... is ez történik valamilyen szinten? Igen, csak nem nagyon tudtuk meg, hogy, hogy ez a két lány, aki gyakorlatilag lovakat terel le a hegyről, idén munkában, ö, nem lovakat, ö, teheneket. Ö, Marhákat. Marhákat, és akkor ők viszont ö, lovagolnak, és akkor a kutyákkal úgy terelik össze a, a marhákat, és ö, hát az ő életükben nézhetünk be, de nem tudtuk megtalálni azt, hogy végül is ez most azért van, hogy hogy kemény munkákat is csinálnak nők, vagy hogy, vagy hogy ez a két lány konkrétan, az nem volt meg konkrétan egy központi olyan vonulat, amire rá tudtunk volna csatlakozni. Baromi szép tájon vannak, belenézhetünk az ő életükbe. Egy kicsit furcsa volt, mert az egyik, ezt az egyik csaj terhes lesz, azt nem is nagyon értettük, azt a vonalat sem nagyon. Tehát, hogy nem volt az rossz így nézni, de nem nagyon tudtunk rájönni. Az a baj, nem hogy egy... nem volt egy koherens valami, és nem igazán tudta jól meghatározni vagy balanszírozni a, a különböző tematikákat, amiket a film be akart mutatni, ilyen volt az egyik ö, része, hogy akkor ez a kettő lány, ez hogyan viszonyul egymáshoz. Elkezdődik valami fajta erről folyó párbeszéd, amikor beszélnek arról, hogy hat éve, vagy öt éve találkoztak Facebookon, de utána ezzel nem kezd semmit sem a film, és nem derül ki igazán, hogy miben áll az ő kapcsolatuk. Utána elindul ez a terhes szál, ami... Amiben kicsit az is benne van, hogy akkor most tényleg annyira jóban van ez a kettő ember, vagy, vagy vagy csak azért kötötte őket össze ennyire a, ez a négy-öt év, mert igazából nem volt más, amit tudtak volna éppen ebben a helyzetben csinálni. Szóval, hogy itt ott sok minden fölmerül, de valahogy ezekkel a magas labdákkal nem kezd semmit a film, van egy-kettő dialógus benne, de ezek is inkább ilyen nagyon alap leírásai a helyzetnek, és nagyon kevés betekintést kapunk ténylegesen abba a mindsetbe, amiben ők vannak. És például erről is beszélgettünk, hogy van egy csomó jelenet, amit tök hosszan mutatnak, például nagyon hosszan nézzük azt, hogy hogyan terelik a, a, a marhákat, vagy hogyan törnek be egy lovat. És az abban, hogy az ember ilyenkor azt várná egy dokumentumfilmtől, főleg egy ilyen jellegűtől, hogy valami fajta kontextus kap egy olyan világhoz, amihez nincsen hozzáférése, nem tudja, hogy ez hogyan működik, milyen technikák vannak azok mögött, milyen elgondolás van, stb. És ezzel a film nem az, hogy nagyon vázatosan magyarázza, hanem nem mond semmit róluk. Tehát nem tudsz meg, nem jutsz információhoz, ami egy dokumentumfilmnél az egy elég fontos tényező tudna lenni, vagy legalábbis ha tanulunk valamit belőle, például én rettentően érdekelt volna, hogy mi alapján hogyan terelik ezeket az állatokat, hogyan a lónak a betörési fázisai, azok miért így néznek ki ebben a formában, hanem nézzük a képeket, és szépek a képek, meg szép a táj, meg a lányok is bizonyos, tehát érdekesek lennének, de valahogy ez a nyersanyag, ami nem tudom, hogy hány órás lehet, abból valahogy nem jól lett szerintem összeválogatva, vagy nem voltak olyan pillanatok, amik igazán indokolták volna, hogy ebből legyen egy másfél film. Ez mondjuk a jelenlegi formájában, amit itt láttam, ez egy 40 percben egy egész kompaktan elmesélt történet lehetett volna, így másfél órában ez elnyújtott és, és fókuszálatlan, és, és kevés információt, meg kontextust az, az eseményekhez. Úgyhogy ez, ezzel ez volt egy kicsit a bajunk. Én megnéztem a van a Gyerekekért című azt filmet. Ami egy ilyen 67 perces, azt hiszem, tehát egy kicsit több, mint egy órás, YouTube videókból, illetve közösségi média videókból összevágott kis, hát kísérleti filmnek mondanám ezt igazából. Arról szól, hogy a gyerekek elmennek iskolába, és akkor innentől kezdve nagyon lazán annyi a története a dolognak, hogy kicsit betekintést kapunk az orosz iskoláknak a működésmódjába, meg hogy ott milyen túlkapások vannak a tanárok részéről, meg ilyesmi. Van egy-kettő nagyon kemény jelenet. Egészen egyszerűen azért, mert ténylegesen felvették, és tényleg megtörtént, és, olyan mondatok esnek ki a tanároknak a száján, hogy azért néha így pislog az ember, meg olyan dolgokat művelnek, ami, ami nagyon durván, tehát nagyon nyomasztó. És akkor ezek ilyen, Hát mozaik szerűen, tehát hogy egymáshoz lazán kapcsolódva jönnek egymás után, és akkor utána van egy olyan szál, ami, ami átveszi gyakorlatilag a, a történetnek a szerepét, hogy van egy ilyen iskolai lövöldözés, és akkor hogy arról hogyan jutnak ki, ki kérdezgetik utána az elköveteket, hogy miért lövöldöznek, stb. stb. És utána meg a végén egy ilyen kicsit két emberrel kezdünk el fókuszálni, akik gyakorlatilag öngyilkosak szeretnének lenni, és ezért elkezdenek a rendőrökre lövöldözni meg ilyesmi, annak is van egy kis abszurditása. Szóval megvannak az erős pillanatai, de valahogy itt is azt éreztem, hogy hogy ez a koncepció magában egyrészt rá kell állni a szemnek arra, hogy ezek amatőr felvételek végig, és ezek vannak összevágva. Tehát rossz minőségű, össze-vissza mozog a kamera, és ez egy idő után zavaró tud lenni. Hozzá tud szokni az embernek a szeme, de hogy ö, az elején erőteljesen teljesen zavaró, mert nem filmszerű az egész. De nyilvánvalóan ez egy célja volt ennek a dokumentumfilmnek, hogy ilyen szempontból is hiteles legyen. De valahogy, tehát, hogy itt is megint azt éreztem, és főleg úgy, hogy mondom, ezek gyakorlatilag száz százalékban Youtube-ról, TikTok-ról, mindenféle helyről összeszedett videók. Tehát momentumok gyakorlatilag az orosz oktatásból, meg az orosz mindennapokból, és annak ellenére, hogy vannak nagyon erős pillanatai, szerintem ez nem áll össze úgy egy filmé, ahogy az szeretett volna legalábbis, ahogy a projekt elindult önmagában. És inkább egy, egy ilyen erős pillanatokkal, egy legalább négy-öt nagyon erős jelenettel működő kísérletnek nevezném ezt inkább, mint sem, mint sem egy erős dokumentumfilmnek. Na ezek voltak, ami kevésbé tetszettek nekünk. <kül> És viszont, kettő, ami eléggé. Ami viszont új betyár volt. Az Auróla tündöklése című film, ami Hát egyrészt látványvilágában is egy baromi jól megcsinált dolog, másrészt pedig mondani valójában is egy rohadt erős történet. Ez az 1915-ös örmény népírtásról szól, vagy legalábbis részben arról szól, ugyanis 1919-ben, Jött ki a film, 18 vagy 19-ben? 19. 19-ben, 19. 19 Hollywoodban csináltak ugye hát akkor még néma filmet. Ez a lelkek áraverése. Ez volt a filmnek a címe, és ez ilyen egészen nagyot ment az Egyesült Államokba, és aztán világszerte is, és hát nem titkolt célja volt ennek, hogy pénzt gyűjtsenek. Felhívják a figyelmet az örmény népírtásra, ugyanis ez a, ez a film, ez a lelkek áraverése Aórának, akinek nem ez az eredeti neve, csak ugye nehezen lehetett volna kiejteni, és, és ezért kicsit megváltoztatták a nevét, de a jelentés az, az, maradt ugyanaz. Gyakorlatilag ő az ő sztorián, vagy az ő szemüvegén keresztül követjük azt, hogy, hogy itt a második, vagy mi az első világháború közben a törökök hogyan és milyen eszközökkel kivezénylik a térségbe, gyakorlatilag a sivatagba az örményeket, ott éhen halnak, szomja a, halnak. Halnak, a férfiakat már gyakorlatilag elviszik katonának, de igazából lelövik őket. A nőket e, megerőszakolják. A nőket megerőszakolják, és meneteltetik a rekkenő hőségben. Vagy éppen aladják, vagy kihasználják, vagy eladják. Tehát, hogy ilyen, dolgok, ilyen vidám dolgok történnek ebben a filmben. Az benne az extra, hogy a filmben, ebben az 19-es filmben, ugye Aurora játsza a főhőst, főhős Tehát, hogy a, tehát a saját tehát önmagát, játsza, a filmbe. És ugye a filmnek az lesz a sorsa, hogy egy idő után valahogy eltűnnek ezek a kópiák, és nem lehet megtalálni a filmet sehol, és majd utána valamikor egyszer csak, csak találnak belőle. 24 percet. Köszönöm szépen, a statisztikában és számokban és növekben Sándor jobb, mint én, ez teljesen biztos. És és akkor Isten igazából elkezdjük nézni magát ezt a történetet, úgy, hogy ez animálva van, nagyon szépen van animálva, tehát tényleg nagyon frankú meg van csinálva. Látjuk -e egyszer azt, látjuk a 90-es évek eleje, 80-as években fölvett portréinterjút, Portré interjút, illetve látunk a filmből, az eredeti filmből, ebből a 24 percben, ami megmaradt, abból is látunk jeleneteket. És akkor tehát így gyakorlatilag össze... három síkon, három idősíkon játszódik a cselekmény, és ezek vannak így egymásba fonódva, egymásba fűzve, és, és, ez adja ki ezt a... Hát több szempontból is, mert hogy majd azt látni fogjuk, vagy ezt el fogjuk mondani, mert nagyjából nehéz itt spoilerezni, nem nagyon akarom részleteiben elmondani, mert szerintem egy ilyen film specifikusan akkor jó, hogyha az ember minél kevesebbet tud erről a dologról, és utána utána tud olvasni ennek a dolognak, de bizonyos dolgokat el fogunk mondani. Úgyhogy akit egy esetleg ö, érdekel, nagyon-nagyon ajánlott ez a film. Ö, nem csak amiatt, mert maga az a történet, amit bemutat, az iszonyúan erős, hanem azért is, mert filmesztétikailag is egy nagyon igényes munka. Ugye az animációs rész az, az tényleg, tehát hogy annyira mostanában ö, Ugye két évvel ezelőtt a Menekülés volt egy olyan film, ami szintén az animációs dokumentumfilmnek a kategóriájában indult. De nemrég beszéltünk a podcast keretein belül a Libanoni keringőről, de beszéltünk azt hiszem, vagy lehet, hogy nem említettük meg végül, de a Persapoliszt és is én pótoltam, az is ebbe a kategóriába sorolandó. Ez a felnőtteknek szóló, valós eseményeket lefestő dokumentumfilm, ami animációs köntösben jelenik meg. Ennek nyilván megvan a szerepe ebben a filmben is, nem csak azért animáció, mert ez így szebben néz ki, vagy... Ö, a szemnek jobbat tesz, hanem ebben azért rettenetes szimbolika van. Egyrészt az animáció az el tudja egy kicsit távolítani az eseményektől, az eseményeknek a naturalizmusától, vagy a kegyetlenségétől magát a sztorit, és egy ilyen szimbolikus környezetbe tudja belerakni, mint ami itt is történik, ugyanis rengeteg ilyen kisebb, apró motívum jelenik meg a filmen belül, aminek nagy jelentősége van. Ilyen például az, hogy a bogyókat mindenféle színre átvestették gyerekkorukban, és ahogy a családtagjait folyamatosan... Sejm gubók voltak azok, de igen. Micsoda? csinált? gubók voltak, Akkor ugye? azok. De, de, jó. Tehát, hogy azokat, ö, ahogy ö, tulajdonképpen elveszíti a családtagjait, azok folyamatosan ilyen vörössé válnak. És akkor ennek is megvan a szerepe, hogy ez, hogy ez mibe ágyazódik bele, mert ez például egy előadásban ágyazódik bele, és azoknak a, hát az ilyen, ez, ennek a folyamatos visszatérését látjuk, és például az is egy nagyon jó párhuzam a filmen belül. És akkor, ahogy nagyon sokszor előfordul, hogy a fekete-fehér jelenetek, amik az eredeti filmből vannak, azok váltanak át, és úgy vált a kettő között a film, hogy így animációsá válik egyik pillanatról a másikra, és, és ezek a váltások is nagyon jól meg vannak csinálva. Maga a film is, a, a régi némafilm az abban is vannak erős elemek, tehát, hogy abból is fennmaradtak olyan részek is, például ugye az a hírhet jelenet, amikor keresztre feszítve láthatjuk a, uh -huh. az örmény ö, nőket, ami egyébként a valóságban sokkal durvább, brutálisabb ö, sokkal brutálisabb, mint ahogy a Hollywood ö, vagy a közember elbírta volna abban az időben. Illetve, bocsánat, szabadna feled, hogyha már itt tartunk, ugye képeket is látunk az eredeti népírtásról, meg a, ott időben hát, azokat. Képeket, igen, a képeket is, a családokra, hát, akiket kiértottak. Azok is nagyon kemények, szóval, hogy így... Pff, Tényleg sokkoló. Viszont ö, amellett, hogy, hogy vannak ezek a, a, van ez a nagyon jól megtervezett szimbolikályos motivumrendszer a filmnek, és nagyon jól oltja egymásba ezt a három idősíkot, az is nagyon érdekes, hogy nem csak az örmény népírtásról van itt szó, hanem onnantól kezdve, hogy ugye Aurora kikerül Amerikába, és elkezdi forgatni gyakorlatilag ezt a, a Lelkekáraverésre című filmet, mert megtalálják ezt a sztorit, és mind a politikai légkör egy kicsit azt kívánja, hogy akkor Törökországa, vagy hát ugye abban az időben az oszmán birodalommal valamit kezdeni kell, és fel kell osztani gyakorlatilag. Ezért ez az ügy, hogy mondjam, a társadalom a társadalom be tud állni e mögé, és az volt a politikai érdek, hogy akkor egy ilyen film ki tud jönni, és akkor jött nyilván a pénz, meg az alapítvány, ami akkor az örmény gyerekeken segít, stb. stb. Viszont abban a pillanatban, hogy egy kicsit megfordul ez a politikai szél, és, és Törökországgal azért vannak olyan kapcsolatok, amiket nem akar felégetni Amerika, illetve hát kiderül az is, hogy ezek a nagyon jó fejproducerek, meg forgatókönyvírók, meg akik a filmben dolgoznak azért, de igazából a valóságban nem annyira jó fejek, és egy nagyon erős, nem csak Hollywood, hanem amerikai külpolitika kritika is megjelenik itt ebben a filmben. Tehát ilyen értelemben egyszerre szól arról, hogy az örmény népírtásnak mi volt a realitása, ami egyébként Magyarországon még mindig nincs elfogadva, hogy ez egy népírtás. Gyakorlatilag minden környező ország, tör, nyilván török országot kivéve ezt elfogadta, nálunk azóta sincsen, ez kimondva, hogy ez egy népírtás volt. Ö, körülbelül az áldozatoknak a számát egyébként olyan 600-800 ezerre teszik a tudósok, és azt is szokták mondani, hogy ez a népírtás, ami teljes mértékben etnikai alapú volt, az a, megelőlegezte a holokausztot is, vagy valamennyire előrejelezte, ugyanis Konkrét következményei ennek a népírtásnak nem voltak igazából. Tehát nem, nem volt egy ilyen felelősségre vonás ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis nem elégséges mértékű. És Hitler egyébként nagyon sok beszédében, meg nagyon sok ilyen fennmaradt dokumentum arról tanúskodik, hogy nagyon sokszor utal erre az ügyre. Hogyha ők ezt megcsinálhatták, akkor én miért ne csinálhatnám meg? és nagyon érdekes eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi lett volna akkor, hogyha ennek tényleg következménye van, hogy ezt megcsinálták az örmény keresztényekkel, akkor, akkor vajon Hitler is megmerte volna ezt, mindezt csinálni a zsidókkal. Illetve van még egy másik érdekes aspektusa ennek, mégpedig az, hogy ugye itt örmény keresztények, tehát itt keresztényírtás történik etnikai alapon, és és nem ilyen nagy üzemi jellegű, mint amit a, ez a német precizitással kitermelt náci ö, amit gyakorlatilag a Auschwitzban létesítettek, hanem ez az igazi kegyet, tehát, hogy kegyetlenkedés gyakorlat. Tehát, hogy úgy, hogy tényleg még az közben, tehát az, a németeknél nyilván ott is volt ilyesmi, de hogy ott az volt a lényeg, hogy minél hamarabb, minél több testet felhajtsanak. Gyakorlatilag ez volt a lényeg a dolognak. A, a, a nagy képben. Az emberünk nyilván volt egy csomó kegyetlenkedés, de hogy, de hogy a nagy számokban az volt a cél. Itt nem ez volt a cél, hanem az, hogy ezek az emberek egyrészt menjenek el innen, másrészt úgy, hogy több mint 2000 éve ott élnek. Tehát ez a, ez a föld, ez, ez ha valaki, akkor az örményeké, az biztos. Ö, és, és közben meg nagyon szemben, tehát Tulajdonképpen itt az örmény népnek a kiirtására tett kísérlet volt ez a, a, az oszmán birodalom részéről, ami, a, ami az elég jól is sikerült olyan értelemben, hogy, re, tehát, hogy kevesen maradtak viszonylag utána. És, és hát ez egy elképesztően bestiális és hihetetlen fekete része a, a történelmnek. Még úgy is egyébként, hogy se a magyar közoktatásban egyébként, sem úgy általánosságban erről a, erről a dolgról nem nagyon hallani hogy ez így megtörtént. Tehát, hogy a holokauszt az nagyon erősen dokumentált, arra nagyon erősen vissza tudunk emlékezni, de, de, erre a nagyon fontos, és egyébként a logikai láncba is, vagy ahogy a történelmet, ahogy kontinuitásában fel tudjuk vázolni, egy nagyon fontos elem az örmény népírtás, mert előrevetít nagyon sok mindent az a kapcsolatban, hogy később mi miért történik meg, mint például az, amit elmondtam ugye a német inspirációval kapcsolatban nyilván ennek megvannak a nyilvánvaló politikai okai, hogy miért nem van ez a dolog. Törökországban még ma is hát elvisznek azért, hogyha, hogyha te azt mondod, hogy ez egy népírtás volt. Viszont már vannak olyan gesztusok a Erdogánnak a részéről is, amelyek arra mutatnak, hogy ők nagyon tisztában vannak ezzel, hogy ez így volt, hogy ez történt. Csak már maga a szót, hogyha kimondjuk, akkor, akkor nekik lesz igazuk, és az nem, az nem történhet meg ebben a helyzetben. Szóval, hogy egyszerre szól erről a népírtásról, és annak a hátteréről, és utána az ember, én körülbelül egy két órát olvasgattam utána az a kapcsolatban, hogy ez hogy volt, milyen okai voltak. Nyilván az egyik ok még ezen, vagy az áloka magának ennek az örmény népírtásnak az volt, azon túlmenően nyilván pusztán politikai okokból ki akarták a földdel egyelővel akarták tenni egy népet gyakorlatilag. Az volt, hogy ugye az első világháborúban belépnek az oszmá, belép az oszmán birodalom, ugye a központi hatalmaknak az oldalán az a vádolják meg gyakorlatilag az örményeket, hogy ők az oroszok mellett vannak. És akkor gyakorlatilag a birodalmon belül elárulják a birodalmat, és ezért ez egy jó indokot szolgáltatott arra, hogy ők ezt megcsinálhassák gyakorlatilag ebben a korban. És egyszerre szól arról, hogy a, hogy a Hollywood, meg úgy általánosságban ez az állami gyár, meg az a nagy idél, meg az a nagy fellélegzés, amikor a filmben azt látod, hogy tényleg fontosnak kezelik ezt az ügyet, és ezt a, ennek a nőnek a sorsa is jóra fordul, azután olyan, ö, hát olyan úgy szembe jön a valóság utána, abban a pillanatban, amikor már erre a nőre nincsen szükség, vagy valamit nem úgy csinál, ahogy azt ők szeretnék, abban a pillanatban úgy dobják el, mint egy használt zsepit gyakorlatilag. És, és ez is egy elképesztően Nyomasztó része a dolognak, és mondom emellé, meg, meg tényleg filmesztétikailag is egy olyan munka, ami, 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 ami nagyon szép a szemnek, nagyon megterhelő viszont a léleknek. Úgyhogy nem, tehát, hogy nem nagyon tudunk ennél jobban ajánlani filmet, mint az Aurora tündöklését, mert nem csak arról van szó, hogy filmileg ez egy nagyon fontos, meg nagyon jó kidolgozott valami, hanem maga a sztori is egy olyan alul reprezentált kérdésről szól, ami főleg itt Magyarországon, de úgy általánosságban Európában sem egy akkora kérdés, mint amekkora, vagy egy akkora feldolgozottsággal, Miért valami, mint aminek kellene lennie. Úgyhogy, úgyhogy az ilyen filmek, és az ilyen, és itt ugye megint bejön az, hogy egy dokumentumfilmfesztiválnak milyen szerepe van abban, hogy az ilyen ö, tényleg marginális, ö, tehát marginalizációra ítélt ö, sztorikat bemutassa, és hogyha meg tényleg az meg az a társul, hogy valami ilyen filmművészeti minőség, akkor meg aztán tényleg mindenki nyert. Tehát, hogy Oké, okay. Okay, és annyi kicsit bele, belemerült a helyzetbe, de teljesen igaza van. Ö, és ö, tényleg az a helyzet, hogy, ö, hogy hogyha ez már elérhető lesz, és akkor akár a, a Budapest International Documentary festival ö, a honlapján keresztül, hogyha ö, ezt mondjuk megtaláljátok, akkor ne sajnáljátok erre 4 dollár 40 vagy nem tudom, tehát hogy ez egy, egy mozi, egy árát, mert... Ö, mert ez tényleg egy olyan film, hogy simán én azt gondolnám, hogy, hogy érne egy mozis forgalmazást is simán. Egyébként ez volt az örmény oszkár jelölés, csak nem jutott be az ötbe. És bevallom, hogy ezt egy kicsit sajnálom, mert a menekülésnél elmondtuk, én annak nagyon örültem, hogy az bekerült. Ugye nem nyert semmit, de nekem az egy nagyon kellemes élmény volt, és egy nagyon megterhelő, és egy nagyon komplex közben, és, és az is Tényleg, ah, milyen animáció van abban a filmben is, és hogy az animációnak milyen szerepe van, hogy hogyan jelennek meg a karakterek, meg stb. Ugye az is nagyon erős volt benne, ott is volt egy erős, ilyen szimbolika, meg motivumrendszer, mint ebben a filmben. Ugye én ezt egy kicsit sajnálom így utólag, hogy most már láttuk, hogy ez nem került be. Mert azzal kapott volna egy nagyobb publicitást ez a film. És ez tényleg nem nem csak azért van, mert fontos egy ügy is emiatt legyen ez a filmben, hanem azért, mert mint film is nagyon erős, és, és beférne szerintem ebbe az ötösbe. Még nem láttuk a jó kapitánót, ugye, az az egy, ami még hiányzik a listánkról, a legjobb nemzetközi filmeknek a kategóriáján belül. De például én a Tanári Szoba helyett is hamarabb beraknám ezt a filmet, lejjebb van. Nem, azt én nem ezt kerestem már. Mert hogy egy dokumentumfilm kategóriás is van az Oszkáron. Így van. De hogy oda se került ez be. Meg most azt nézem, hogy mi azok, amik Ká vannak. Kár értem el. Mert ugye ez specifikusan az a kategória az Oszkáron is, hogy ezt így megnézed, oké, okay, kb. nem láttál belőle semmit, ez az átlag, és akkor oké, okay, megnyerte valaki, oké, okay, törömködnek örömködnek nekik, és akkor pont. De hogy ennél... És az a baj, hogy én nem is nagyon tudok mást, mint ezt ezt, a fesztivált arra, hogy... hogy... szóval nagyon hát ritka a hogy... szokott lenni, most már ugye van megint dokumentumfilm Szóval, hogy ezek, szekció. ezek tényleg így, így, alul, értékeltek, és akkor most akkor mondhatjuk ezt akár a Cowboy Lányos vagy a másikat, hogy ezt úgy valamennyire meg is tudod érteni, mert ez nagyon kicsi réteget tud úgy megszólítani. Viszont egy ilyen filmben ennyi munka van csak az animációs részről, ha csak azt nézed, már, már egy, már egy, már egy simán mondom ezt. Szerintem csinálnék. ez attól, függ is, attól is függ nyilván, hogy hogy van megcsinálva. Ez az adás gyakorlatilag Gábornak a reménytelen küzdelméről szól, szól, szól mikrofonnal. Szar ez. Tehát, hogy ez nem tudok erre, mint mondani, ez szar. Tehát, hogy, tehát vagy így beszélek bele, és akkor így, így jól áll, vagy sehogy. Tehát, hogy... vagy, vagy így. Ez még egy, aki Youtube-on néz minket, az most kicsit lehet furcsa, de hogy nem egy magas minőségű állvány, ez maradjunk annyiba. Jó, mindegy, térjünk vissza arra, hogy, hogy nézzetek dokumentumfilmeket, mert hogy van egy másik dokumentumfilmet néztünk, ez pedig a Tökéletes Bizalom című film, ami meg aztán, hogyha ez egy ilyen fontos téma volt, akkor ez nem is tudom, hogy mi ez ilyen, ez ilyen elborzasztó, vagy megrettentő, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, hogy ha ezt valaki megnézi, akkor így... Azt érzi, hogy nagyon szívesen valzánk. kimenne Kínába. Igen, hogy így szőbe az így ezt érzi. Itt is három szálon fut a történet. Van egy újságíró, csak ugye? Ő ilyen, hogy hívják ezt, aki, aki ilyen. Tényfeltáró. Köszönöm szépen, tényfeltáró újságíró, ő az egyik szál. Van egy. Oktymozó, évig... azt vagyok nyomozó. Vagyok nyomozó, köszönöm. Hogy van egy öt évig börtönbe zárt férfi, aki már otthon van. Az, ő történtek. Igen, és van egy olyan család, ahol uh, a férfi börtönben van. És a, a anya meg gyerek az meg, meg gyerek, otthon. Meg otthon várják, hogy valami történjen, valami egyáltalán bemehessen be a börtön, tehát hogy semmit nem tudnak. És akkor, hogy ez hogy is néz ki, ez a, ez a rendszer uh, Kínában? Ez a kreditrendszer. Kreditrendszer, ugyanis uh, gyakorlatilag mindenkit megfigyelnek kínába? Ezt értsétek úgy, hogy kamerákon keresztül arcfelismerő, hangfelismerő, tehát, hogy új lenyomat. Új le, tehát, hogy konkrétan így mindenki meg van figyelve. Nem, nem de, ezt... Nem, de, de, ezt... Nem, úgy értsétek, hogy mit tudom én, van, hogy van hogy három térfigyelő kamera, és akkor, hogyha valaki, mit tudom én, fölparkol a járdára, akkor tudják bizonyítani, hogy ő rossz helyen parkolt, hanem hogy így konkrétan olyan, uh... Hát kb. majdnem egy, hogyha már az hinni lehet annak, ami a filmben van, akkor már van egy egy milliárd komera. Tehát hogy valami tényleg ilyen írgalmatlan. Mert 300 millióval indult a dolog a tesztfázisban, és akkor utána még 700 millió. Legalábbis ezt mondja a film és akkor tulajdonképpen ennek a három családnak, akik nyilván valamilyen szempontból ellene vagy ellenében vannak a pártnak bizonyos kérdésekben, ezek általában emberjogi kérdések. Ugye a kettő is ilyen ügyvéd, vagy legalábbis valami fajta jogász, ugye a sztoriban az egyik, aki kijutott, a másik, aki még mindig börtönben van, és akkor a harmadik meg ugye egy ilyen ügyekkel is foglalkozó, oknyomozó újságíró, aki hát nem túl kellemes cikkeket ír azzal kapcsolatban, ami a, ami valóban történik. Annyit pontosítanék azért, hogy alapvetően ez nem az egész országra jellemző legalábbis még, mert mert a Covid is eléggé bekavart ebbe a történetbe, tehát hogy ott is voltak ezzel kapcsolatok korlátok, mert sokkal nagyobb ütemben ment volna ez a ez a technologizáció gyakorlatilag, amit itt látunk, térfigyelő kamerákkal, meg mindennel. Nyilván is nincsenek nincsenek kamerák, de hogy. Igen, azt mondom, hogy a nagyobb városokban viszont, vagy nagyon sok nagyvárosban már tényleg ez van, és gyakorlatilag ennek a mindennapjaiba kapunk egy elképesztően nyomasztó betekintést. De tényleg, hogy, hogy, hogy a, a, ugye többször is a filmben is, meg hogy gondolom, hogyha valaki látta már a filmet, olvasta a könyvet, látta színházban az 1984-et, akkor így kb. az köszön vissza, de olyannyira, hogy ilyen... Te... Olyannyira amúgy, hogy az, egy, a, az egyik jelenetben a, a börtönben ülő apukának, a családjának a gyereke 1984-es pólóban, pólóban van. Illetve a másik ilyen referencia még az, hogy az újságíró nőnek telepítenek egy kamerát, hogy megfigyeljék ott a háza elé gyakorlatilag. És hát azt kezdi el csinálni, hogy egyrészt hát nem a kínai himnusz, de valamilyen tehát fontos párt szempontjából fontos daltot elkezd énekelni, illetve az 1984-ben olvas fel részleteket. És akkor ezt így minden nap csinálja egy pár órán keresztül, és négy nap után leszerelték a kamerát. Igen, de hogy nagyon kemény például, hogy van egy, van egy valami rendezvény, ahol el akar menni a férfi, aki, aki majd a kijött a emberjogi nap van, vagy emberjogi valami, valami ilyen megfejtés, ahol ő ott főszólalna. Na most emberek ülnek az ajtójuk elé, a lakás ajtó elé konkrétan, hogy, én kinyitható hát, székeken. hoznak székeket, és oda leülnek, hogy hát ők most így nem, nem, mennek. De hogy vinnénk a gyereket az iskolába. Hó, hát elvisszük mi. De hát vad idegenek, hát hogy bíznám magukra a gyereket? Mindegy, innen nem mennek most ki, most, mi, de én nem De miért nem mehetünk ki? Hát azt magának nem kell tük. Nem kell tudni, nem kell menni és odaülnek az ajtó elé, és nem engedik ki. És rút. elállják az utat. Tehát, hogy konkrétan olyan szinten el az embert, hogy így, de nagyon kemény. De tényleg, tehát, hogy az ember ezt így megnézi ezt a filmet, és így fú, baszki, hogy, hogy ez a megfigyeléses. Tehát, hogy Isten igazából pontosan ennek meséltem ide felé jövett, hogy, hogy hogyha hogy te, hogy te jó katona vagy, és nem akarsz gyakorlatilag a rendszer ellen menni, akkor így Isten igazából annyira nem vészesen rossz neked, csak hát azért be kellene sorba. Tehát ott, ott, ott akkor van. És van ez a kreditrendszer, amiről még nem beszéltünk, hogy, hogy önkénteskedni lehet, önkénteskedni. Én mit tudom én, hogyha járod ezt este, mit tudom, két órát te önkénteskedsz, hat és nyolc között, és mit tudom én, hogy valaki rossz helyen parkol, akkor ott szóval felírod. Fölírod, hogy hát rossz helyen parkolt hogyha valaki mit töm, nem úgy csinálja, eldobta a szemetet, vagy tök mindegy. Tehát bármi ilyesmi, ez ilyen polgárőr-szerű valami dolog. Önkéntes polgárőr, jó. Ja, kb. Ez a, ez a, jó megfogalmazás, és akkor és ezért a kreditpontokat kapsz, amit aztán egy ilyen merchandiser De Milyen nyomorult az a nyo merchandiser? Tehát, hogyha hogy... Tehát egy... te mondjuk, hát van öt pontod, öt pontot kapsz ezért, mert te ilyen rendes voltál, hogy Hát az olyan fél óra vigyázás kb. Valami, akkor így egy ilyen kommunista pártos evőpálcát meg kaphatsz. Ezt így hagyjunk egy kicsit időt erre szerintem, hogy mindenki végig gondolja. És akkor már ilyen nagyobb, mit tudom, egy hét, hogyha minden héten mondjuk minden nap beválasz két órát, akkor már egy párna. Igen. Komunista, tehát kínai kommunista pártos párna. Nyilván, tehát, igen. Hogy, igen. Ö, ott elhangzik egy számarat, hogy 80, ez, 80 millióan vannak pártagok, ugye? Azt Aha, tehát, nagyon tehát, hogy valamilyen, tehát, hogy hogy ezt iszor, értjük azt, hogy egy milliárd fölött laknak Kínába, tehát értjük, csak hogy ez a, a 80 millió pártak, tehát hogy ezek ilyen annyira indokolatlanul kurva egy számok, hogy ezt így föl sem tudjuk dolgozni. De az hogy, az, hogy embereket így megfigyelnek, és hogy, hogy, hogy nem értesz valamivel egyet, mert ugye uh, itt a történt, az, az hozzá kell hogy 2015-ben volt egy ilyen egy ügy, ami kapcsán egészen sok uh, um, ott is egy, egy emberőgi felszólalás volt, és egészen sok embert vittek el, ö, csuktak le, és az a kiengedett emberünk is, aki a filmben már már kiengedtek őket, és akkor elvitték, és akkor öt évig. De úgy, hogy egy jól betűt nem mondanak a családnak, vagy senkinek, tehát, hogy nem az van, hogy jó van, akkor a, a Cheng Yang leütettük most öt évre, mert rossz. Állam a elei, elleni izgatás az, ami ez a, a, ez a vád, Vagy a kulcs kifejezés vagy nem tudjuk, és akkor így ez van. De hogy a tárgyalásra is se tudnak elmenni. Tehát, hogy Fú, elég be, Tehát, ha valami nyomasztó, akkor, akkor ez, ez, ez elég erősen az. Tehát, hogy ö, értjük meg valahogy ezt, a, ezt az egy milliárd embert valahogy egy 1,4 milliárd, most megnéztem. Köszönöm. És 90 millió pártag van. Na, tessék. Tehát, hogy. Ö, hm? Tehát, hogy értjük mi azt, hogy ezt valahogy kordába kell tartani ezt az embertömeget, de hogy biztos hogy ez a jó megoldás? Na mindegy, szóval, hogy aki ilyesmit zárója, típusú... Zárója? Nem. Igen, tehát hogy ezt így valaki ha ilyesmit szeretne nézni, tökéletes bizalom a filmnek a címe, ezt is meg lehet majd valószínűleg nézni egyébként a BDF-nek az oldalán. Hát itt ugye meg még arról is van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy nagyon fontos ügy, amit itt látunk, és akkor belelátunk ennek a három hát sorsú embernek az életében, tényleg abba, egyrészt abba a kilátástalanságba, hogy tényleg bevitték a férjemet, de azt tudom, hogy hova az ügyvédjével nem tud kommunikálni gyakorlatilag, elszállítják a random valahova egy pontján a filmnek, utána kitűzik a tárgyalást valami nem tudom hány év után, de akkor arra meg nem engedik be a nőt, a, a nő egy idő után szintén ugye megfigyelik, mert hát mégiscsak egy olyan embernek a felesége, aki, a, a, aki hát éppen sitten van, annak pedig oka van és akkor egy idő után már tényleg az a legérdekesebb, vagy ezt beszéltük idefele menet, hogy az a legdurább az egész, hogy itt is van fizikai erőszak, mert, mert számolnak beverésekről, meg kínzásokról, de elsődlegesen nem ebben utazik a rendszer, hanem abban utazik, hogy gyakorlatilag ellehetetleníti a te életedet, és az, ez az életteredet is. Ilyen dolgokkal, mint amit említettünk, hogy odaülnek elé, és nem tudsz kimenni vagy ugye van ez a kamera, ami, ami bent van, és akkor látod, hogy a folyosón mi történik, ugye főleg ezért van, hogy ugye ilyen dolgok történnek. Ez a kémlelő lyuk, ez. amin kinéz az ajtó. Oda megy valaki, és akkor letakarja. Vagy telepítenek egy kamerát. Vagy, és a, ami még ijesztőbb ebben az egészben, hogy ebbe a buliba bele vannak véve, ebbe a nemtelen buliba bele vannak véve a kínai állampolgárok is, akik ugye a jobb kreditpontszám, és ezáltal a jobb lehetőségeknek a reményében egyrészt végzik ezt a közmunkát, másrésztről meg van is egy jelenet a filmben, amikor a szüleihez ellátogatunk a börtönben lévő emberünknek a szüleihez, és akkor egyszer csak megenik a szomszéd, és így kérdezik, hogy te így hogy jöttél be? És akkor így mondja, hogy hát így nyitva volt az ajtó, én gondoltam, hogy a régen láttalak, mert ugye a feleségéről van itt most szó, szóval a feleségének beszél. Jó, de mi, mit csinálsz itt? Tehát, hogy mi, mit gondolsz? Vagy, vagy milyen helyzet? Hát semmi, azért régen láttak már. Figyelj, hogy van időd, akkor gyere át. És hát teljesen nyilvánvaló, hogy itt... Neki a, szóltak, hogy a, a, ők ott vannak. Igen, tehát, hogy... és hogy ott jelenjen meg, és jelentsen arról, amit. Tehát ez a jelentés, ez, a, ez, az egymást felnyomás, ez nagyon fontos. Van egy csomó reklám a filmben, ami itt szintén iszonyú nyomasztó, hogy hogyan kellene működni ebben a társadalomban ahhoz, hogy te érvényesülni tudjál. És akkor vannak is ilyen kiírások, ugye mondta, említette már Gábor ugye azt, hogy ezért valami 200 pontot lehet kapni, hogy mint tudom én mennyit dolgozol, de hogyha tilosban parkolsz, akkor valami mínusz 200 pont megint, és akkor ilyen, tehát ilyen apróságokért is már jár ez a dolog, és akkor vissza a, még a ellehetetlenítésre, hogy ebből indultunk ki, hogy ugye a, a, nő a filmnek a vége felé már ilyenek vannak, hogy szeretne bevenni virágot venni, meg egy kaját akar enni valahol, és akkor van egy ilyen rendszer, ahol le kell csipogtatni neked a, a kis profilodat ilyen QR kóddal, és akkor ott írja, hogy akkor most engedélyezi a tranzakciót, vagy nem. És hogy egészségügyi, ugye erre a Covid-ra hivatkozva gyakorlatilag nem enged, pedig hát nincsen Covid-ja. Tehát, hogy nincs semmi ilyesmi, hanem egészen egyszerűen nem engedik neki, hogy vegyen bizonyos dolgokat. Tehát, hogy ilyen szinten korlátozzák a szabadságjogait az embereknek, és... És hát amit még másik, amire kíváncsiak vagyunk, hogy például az is mekkora bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezt leforgassa ezt a filmet. Tehát ez a rendező nő, aki ott végig ott vette az eseményeket, meg mit tudom én, azért az is nagyon erős, nem hinném, hogy mostában Kínába akar majd menni. Ezek után meg főleg nem. Meg, meg nagyon jól, szerintem nagyon jól mozgatja ezt a három szállat, és azért is működik ez a film ennyire, mert, mert nagyon jól balanszírozza, és nagyon jól felépíti egymáshoz ezt a három szállat, aminek egyébként vannak átfedései is. És, és hát a vége, meg ugye megtudjuk, hogy mi van ezzel, jelenleg ezzel a három családdal, hát az még egy, még egy kés a gyomorba. Tehát, hogy tényleg iszonyúan ijesztő ez az egész, és az az igazán ijesztő benne talán a legjobban, hogy ezek a társadalmi minták, amik egy ekkora populáción kipróbálásra kerülnek, annak megvan az erős veszélye, hogy más társadalmakra is hatást fog gyakorolni, és akár európai viszonylatokba is be tud gyűrőzni. Lehet, hogy csak pici dolgokban először, ahogy mondják is a filmben, hogy mintha a békát főznénk, hogy e először csak egy kis szabadság yeah, innen, Igen. aztán innen, és akkor egyszer csak hirtelen meg megfőnünk mindannyian. Csak nem vettük észre, Igen. hogy forró víz. Oké, okay. no, hát... Uh... Úgyhogy mind a kettőt, mind a Aurora tündöklését, mind pedig a tökéletes bizalmat nagyon ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Így van. Úgyhogy, ha azokat megtaláljuk. Meg a BDF-nek a többi filmét is egyébként, mert még meg fogunk nézni egy-kettőt, és lehet, hogy akár még, hogyha jók azok is, akkor lehet, hogy még azokról is beszámolunk. Még van egy indiai, az Amíg még nézhetjük című film, ami a indiai egy indiai tévésről szól, és ilyen média viszonyokról szól, illetve egy ilyen túlélő szigetről szóló, ilyen online játékról szóló valóság, és, és a virtuális valóság közötti határoknak az összecsúszásáról szól. Én ezeket még mindenképpen meg fogom nézni, és akkor majd meglátjuk, hogy ez adásba kerül le, vagy nem. Of course. Na nézzük, miket nézzünk jövő héten. Minden. Minden héten, vagy mindent meg fogunk nézni. Mindent is meg fogunk nézni. Három olyan film van, ami amit a belvárosi mozi is játszik. Az Árni az egyik, ez egy új, új magyar film. A Liza Frankenstein című, hmm? illetve a Keskeny a boldogság felé című filmeket játsza a belvárosi mozi. Ezekről az, az Árnit fogjuk megnézni. Én legalábbis ezt a Liza frankenstein egy jelöltes alapján se nagyon kívánkoznám még magunknak. A Keskeny út a boldogság felé meg csak csupa... Negatívat hallottam, hogy lehet, hogy arra se biztos, hogy be fogunk Ugye az, az ami az, amit meg fogunk nézni, én legalábbis ezt tervezem. Nem é, persze, mi a, persze. Neked mi a, a menet? Magyar film, innentől kezdve nem, nem sok kérdés van ezzel kapcsolatban. tehát Jó, illetve ha már magyar filmek, akkor nem ezt akartam megnyitni, hanem azt, hogy 13-án lesz, mert ugye addig már nem vagyunk. 13-án kedden lesz a ugye ja, mondom, a nyersanyag című filmnek a premier, premier előtti tibetítése. Így van, közönség találkozóval, illetve a másik pedig 21-én lesz, hogyha jól emlékszem, az pedig egy szerdai nap, ott pedig a Lefkovicsék uh, gyászolnak című filmnek. Szintén, szintén Premier előtt is közönség találkozója, úgyhogy ezeket most meg mind a kettőt. be akarjuk húzni. Hát én a nyersanyagot, nyersanyagot már láttad, láttam, és nyilván fogunk róla beszélni, de a Lefkovicsék, vagy Lefkovicsék, Azaz. Lefkovicsék gyászolnak, azt is nyilván mindenképpen meg fogjuk nézni, és beszélni is fogunk róla nyilván az adásban. És még egy dolog van, ami esetleg érdekes lehet azok számára, akik már nagyon várják a Dűne 2-t, és nem tudják kivárni, hogy jöjjön a Dűne 2, azoknak most az egyet vetítik, illetve ami még speciális ebben az az, hogy előtte egy kisfilmet is vetítenek, ami elméletek hozzátesz valamit a történethez. Úgyhogy aki újra akarja nézni, ország szerte, az most megteheti egy héten keresztül a Dűnének az első részét. Gábor ott lesz, én nem. Én, én, én ezt nézem. Tehát, hogy az a bajom, hogy én ezt szeretem az ilyen monumentális baromságokat, úgyhogy én ezt én meg is fogom szeretem. Én is szeretem. Csak legyen ennél egy fokkal okosabb. Jó van. Úgyhogy, ismételt, ezt a részétben nem fogjátok látni, mert miért összeverekszünk. Jó. Úgyhogy, erre a hétre ennyi, ennyi volt. A végére sikerült megállni a mikrofonálványnak, úgyhogy ennek is egy nagy taps. Köszönjük szépen, meg hogy itt voltatok, pusztulunk benneteket, jövő héten is jövünk hát akkor már más lesz a parkát mögöttünk, nem ígérjük, de bármi. Vagy legalábbis ennél egy fokkal jobban fog állni. <laughs> Valamit meg kitalálunk jövő héten, és jövünk, szavaztok, köszönöm, hogy hallgattok minket, puszilás van. Sziasztok! Nyom meg akkor azt a gombot. Melyiket? Hát azt a serget, azt. Szavaztok! Köszönöm, köszönöm! Önök csodálatosak! Az idő lejár. Volt benne valami felkavarót. Tele van magánnyal, nyomorúsággal, szenvedéssel, boldogtalansággal, és mégis az a baj, hogy olyan gyorsan elmúlik. Mozi! Mindig csak a mozi! Köszönöm, biztosak lehetnek benne, hogy máshol ilyet nem találnak, viszont látásra!